Egy egész hetet szenteltek idén is az egészséges életmódra való nevelésre az iskola alsó tagozatán. Ezúttal nem a mozgásra, hanem a megfelelő táplálkozásra és a lelki egyensúly megtartásának fontosságára fókuszáltak. Minden évben egy egész hetet szenteltek itt az alsó tagozaton az egészséges életmódra való nevelésre. Ez mennyire fontos nálatok, mennyire koncentráltok akkor erre a hétre, és a gyerekek is mennyit készülnek erre? Igen, nálunk egész heti program az egészség hét, nem egy napra tömbösítjük, hanem egész héten egy picit foglalkozunk vele. Igazából már szeptember óta, vagy mondhatnánk úgy is, hogy lezajlik az egészség hét, és már következőre is készülünk, hiszen mindig vannak jobbnál jobb ötletek, és akkor ezt így eltesszük talomba, és már a következő évben tudunk mihez nyúlni. Az idei évben úgy gondoltuk, hogy nem elsősorban így a mozgás és a fizikális téren próbáltuk megközelíteni az egészséget, hanem inkább a táplálkozás és a lelki egészségre fektettünk nagyobb hangsúlyt. Igen, a táplálkozás mindjárt a megnyitón teret kapott, és ez általában minden évben visszatérő történet, hogy különböző szobrokat készítenek a gyerekek zöldségekből, gyümölcsökből, és hihetetlen kreativitás tapasztalható itt, mert aztán itt mindenfélét láttunk, és ezek talán még el is fogyaszthatóak. Igen, nagyon jól mondtad, a kreativitást én is kiemelném, mert amikor először ezt elhoztuk, ezt a programot, akkor úgy voltunk vele, hogy egy alkalommal megcsináljuk, és hogy ebben ennyi van. És aztán következő évben megint hoztuk, és megint újabb ötletek voltak. És idén most már talán ez harmadik vagy negyedik éve a hétfőt ezzel kezdjük, hogy hozzák a gyümölcs-zöldségszobrokat, és talán ugyanaz még soha nem volt. És ez annyira jó hír, hogy ennyire ötletesek a szülők és a gyerekek, hogy az egyszerű zöldségekből, tehát hogy itt most nem kell nagy ananászokra vagy déli gyümölcsökre gondolni, hanem tényleg ami otthon van, répa, alma, szőlő, amit megtalálnak otthon, abból milyen fantasztikus dolgokat tudnak létrehozni. Ennél a témánál úgy látom, hogy komolyan bevonjátok a szülőket is, úgyhogy itt azért folyik a szülők egészséges életmódra való nevelése is bizonyos mértékig. Tehát van itt egy ilyen visszacsatolás, hogy a gyerek neveli a szülőt egy picikét? Igen, tehát hogy ez is célunk, hogy amikor valami otthoni feladatot kapnak a gyerekek, akkor ez egy picit legyen olyan, hogy a szülő is tud neki segíteni, vagy kell is, hogy segítsen ebben, és nagyon fontos, hogy az ugye az együtt töltött idő, és ez is egy nagyon jó dolog, hogy akkor vasárnap délután este, most már nagyon készülnek is a gyerekek, hogy akkor bevásárolnak, vagy éppen ami otthon van, akkor a vasárnap délután erről szól, hogy készítik a különböző kis alkotásokat, és amit itt hallottam a szülőktől, illetve a gyerekektől, hogy ami megmaradt, tehát amit nem használtak föl, vagy maradék, az pedig jó ízűen elfogyasztotta a család, és lehet, hogy ha ennek nem állnak neki, akkor éppen most arra nincs kedvük, hogy azt elfogyasszák. Idén kiemelt szerepet kapott a méz. Ugye tudjuk, hogy Bábolnán vannak néhányan, akik foglalkoznak méhészettel, mézkészítéssel. Talán a legismertebbek a parizekék, akik idén is elhozták a mézeiket. És nem csak mézet hoztak, de méheket is bemutatásra. Igen, úgy, ahogy említettem, hogy most így a táplálkozás is nagy szerepet kapott, és hát gondolkoztunk, hogy mi lehet az, ami egészséges, és amit így meg tudunk itt valósítani, és így jutott eszünkbe, hogy a méz. A méz, mint nagyon közkedvelt édesség a gyerekek részéről, mert itt aztán kóstoltak mézes kenyeret, hát szenzációs, és nem tudom hány kiló kenyér fogyott el, nagyon ízlett nekik, és igen, hát még inkább, ami felkeltette az érdeklődésüket, hogy egy egész mély családot hoztak, illetve mutattak be.
a méhész, aki hozta a mézet, illetve a mézcsaládot, ő előadást is tartott a gyerekeknek, és itt azért egy ilyen üvegfalon keresztül megtekinthető volt, hogy hogyan élnek a méhek. Azt hiszem, hogy ez igen, igen érdekfeszítő volt a gyerekek számára, ilyet azért ritkán látnak. Ilyet nem láthatnak a gyerekek testközelben, hiszen ők a méhtől igazából tartanak és félnek, mert ők úgy találkoztak vele, hogy megcsipte őket, és egy negatív élmény van, vagy volt, amit tudnak hozzá kapcsolni. Itt viszont tényleg az üvegfalon keresztül, vagy a plexin keresztül meg tudták nézni, hogy ezek a kis élőlények hogyan szorgosan, hogyan dolgoznak. Mennyire érhető tetten a gyerekeknél, hogy fogyasztanak mézet, ismerik a mézet. Én azért itt kérdezgettem a gyerekeket közben. Bizony volt, akinél otthon nem található, vagy nem fogyasztanak ilyet. Igen, erről is beszélgettünk velük, hogy ha az édesség jut eszükbe, akár egy pirítósra, vagy egy vajas kenyére mit tennének, és valóban elsősorban a Nutella került előtérbe, de most reméljük, hogy ez is segített abban, hogy itt megkóstolták a mézet, hogy tényleg otthon azt fogják érni, hogy akár lekvár, vagy akár mézes kenyeret kapjanak Nutella helyett. Egy gyógynövényt is bemutattatok itt a gyerekeknek, az év gyógynövénye a levendula. Erről mit tudnak a gyerekek, mit tudhatnak, mi az, ami érdekelheti őket? Igen, a hét utolsó napján, pénteken a levenduláról tartott a kolléganőnk Szent Györgyi Zoltánné egy kis bemutatót és összefoglalót, hiszen a levendula az év gyógynövénye lett. Ezzel találkoztak már azért a gyerekek, főleg aki a Balaton környékén kirándult, Tihanynál, hogy ott hatalmas területeken vannak a levendula. És itt most ők szörp formájában kóstolhatták meg, de a kolléganőnk hozott szalvétákat, kézzel készített kis ajtódíszeket, úgyhogy ezt is nagyon sok mindent meg tudtak nézni a gyerekek ebből. Korábban mennyire ismerték ezt a növényt? Nyilván a televízióban sokat hallanak róla, de arról tudnak-e, hogy tea formájában vagy másfél formájában fogyasztható is? Nem tudtak erről. Mondom, szerintem a levendulát úgy, hogy így dísztárgyakon látták csak. Tehát szalvétákon, kaspókon, szalvétatartókon, úgy, hogy magában a levendulát hogyan lehet elfogyasztani, vagy az mire jó, milyen jótékony hatása van, azt nem ismerték a gyerekek, vagy csak egy-egy. A több más egyéb programról is gondoskodtatok, ami kevésbé volt látványos, itt totót tölthettek ki, illetve előadást tartottatok nekik, illetve a tankonyhában is volt egy kis foglalkozás. Igen, úgy találtuk ki, hogy amit a héten hallanak előadásokat, abból készítettünk egy totót, és ezt tölthették ki osztályszinten a gyerekek, ezt a tanítók, osztályfőnökök segítségével oldották meg, illetve a másik fő programunk valóban a tankonyhán történt, oda évfolyamonként mentek át a gyerekek, és ott két segítségünk volt, akik a lelki egészségről tartottak egy kis előadást, mesével, játékkal vezették föl az egész előadásukat, és utána egy interaktív formában pedig egy fát készítettek, amire leveleket tettek a gyerekek, és azt írhatták bele, hogy ők valójában mitől boldogok. Mi okoz nekik örömet, mi okoz boldogságot, illetve miért lehetnek hálásak. Természetesen itt hangsúlyoztuk nekik, hogy nem anyagi dolgokra gondolunk, hanem amikor valami örömet okoz neki. Fantasztikus dolgok születtek. Ez a hét mennyi örömet okozott a gyerekeknek, mert láttam, hogy azért nagyon szívesen és lelkesen vettek részt a különböző programokon. Én azt gondolom, hogy bár az őszi szünet után jöttünk vissza, tehát feltöltődve jöttek a gyerekek, de mindig nagyon jó, hogyha ilyen kis dolgokkal kiegészítjük a szürke hétköznapokat, és nem mellesleg örömet okoz nekik, tanulnak is belőle, úgyhogy abszolút pozitív hozadéka van a hétnek.